Szépen a lehetőséget. 2 250 000 forintos beruházásból javító nevelő intézetet építenek majd Nagykanizsán. 108 főt tudnak majd elhelyezni. Ez azért nagyon fontos, mert a 22 év alatti népességnek 1%-a már részesült gyermekjóléti ellátásban. Az új Széchenyi terv támogatásával a gyermekjóléti és gyermekvédelmi otthonokat újítottunk fel, illetve építünk újakat 3,5 milliárd forintért. Összességében 20 helyszínen. Ezt mondta a kormány gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézkedéseit ecsetelve Soltész Miklós államtitkár hétfőn délután a zöldmezős beruházással készülő javítónevelőintézet alapkőletételekor. A 2,4 milliárd forintos beruházás keretében megvalósuló intézmény a bűntelkövető fiatalokat az oktatás nevelés eszközeivel vezeti vissza a társadalomba. A zöldmezős beruházás az építés idején és a működés során is munkahelyeket jelent a környék állástalanjainak. A munkahelyteremtés szempontjából szerintem nagyon fontos, az a több mint 100 ember, aki itt munkahelyet fog majd kapni, és hozzáteszem szerintem több mint munkahelyet. És itt jön be a másik feladat, és talán a még fontosabb, mert azok a fiatalok, akik tényleg a társadalomnak a legszélén vergődnek, mondhatom így, akik már nem is csak az állami gondoskodásnak abban a részében vannak, amikor adott esetben gyermekotthont kell nekik találni, nevelőszülőket kell találni, komoly bűnöket követtek el. És nyilván az a célunk, hogy ezeknek a fiataloknak az élete, ha már megtört, azért valamilyen módon mégiscsak visszakerüljenek a társadalomba. A Nagykanizsai Intézmény a Debreceni Javítóintézet szakmai égisze alatt működik majd, az alapkületételkor jelen volt a Debreceni Intézmény vezetője is. Nevelés szempontjából ezeket a fiatalokat megpróbáljuk visszailleszteni a társadalomba. Munkát kell végezni nekik, tanulniuk kell, és mint ahogy a rosszra igen könnyen hajlottak koruknál fogva is, ezt tudjuk mi átfordítani, és a jóra ugyanúgy kaphatók. A gyermekjóléti intézmények sorában kiemelt fontosságú új létesítmény az első ilyen jellegű beruházás a Nyugat-Dunántúlon, több szempontból is sokat jelent Nagykanizsának. Elsősorban azért került ide, ebbe a térségbe, pontosan Nagykanizsára ez az intézmény, mert ezen a területen, Somogy megye, Zala megye ezen részén elég sok olyan fiatalkorú van, aki hasonló bűncselekmények miatt vagy nem kerül egy intézetbe, vagy pedig távoli területre, messze innét kell elvinni. Hogy más szempontból mit jelent a városnak? Jelent körülbelül 120-130 munkahelyet egy olyan vállalkozói csoportnak, amelyik képes beszállítani ide, folyamatos megrendelést jelent, és addig, míg föl nem épül, addig sokaknak munkahelyet jelent. A kivitelező szerint már folynak szerződéskötések a helyi vállalkozókkal, a megyei munkaügyi központtól pedig már a munkálatok indulásakor 10 fő munkanélkülit alkalmaztak.